Nos hát, szervusztok srácok, üdvözlök mindenkit ebben a mai videóban. Hát, hol is kezdjem? Először is. Kitmapra visszakerült a régi Pearl. Ez az, amit így most így jelen esetben tudni kell. Menjetek fel nyugodtan, teszteljétek. És igazából ez az, ami fontosabb. Először is Skyblock. Na most menjünk föl. És Skyblockon az új meta, hát sokat gondolkodtam, hogy mi legyen, hát remélem nem lesz akkora cirkusz ebből, de én az új metába a zombi pigment raktam, tehát a zombi pigment, majd itt látjátok a képernyőn most, hogy milyen árak vannak, hogy melyik spawnernek, ami droppolt, tehát az egy item, az mennyibe kerül. És akkor ugye nyilván ahhoz még hozzájön az, hogy a Silver Plus az 2,5%-kal többbe adja, stb. Szóval igen, Pigman az eléggé OP, ezért is most így még egy döntést hoztam. Minden héten lesz új meta, ugyebár. És a kezdőjátékosok szempontjából, hát nem nehéz elkezdeni a szervert, ez tény, mert nagyon-nagyon sok segítség van. De azért mégiscsak valami mást, még egy kis pluszt adok. Na, akkor elmondom, hogy... Hát igazából srácok, leraktam egy ládát spawnra, és abba lesz, a terveim szerint, ugye minden héten új meta, és akkor abba lesz... az a meta, és abból lesz 4x64 spawner, bocsi, csak dolgozni voltam, és nem feltétlenül tudok most beszélni, de próbálok mindent értelmesen összeszedni, szóval emiatt elnézést, srácok. És meg is tudhatom, hogy hol van. Hát itt. Jó, én ezt már kiszedtem. Így van, itt zárkesz és szukábláját. Ott van 4x64 pigment spawner. És ami ugye fontos, Combo Fly is működik most már, fel tudtok menni, mehettek játszani, aki nyilván szeretne. Oda van egy külön eventes cuccunk, ami majd ütemezve lesz, hogy mikor legyen event. Teljes mértékben saját, tehát azt a Klafa írta. Mi az, ami még fontos? Ugye a kit mapot azt elmondtam. Igazából nagyon-nagyon örülök, hogy visszajöttünk ennyire Skyblockon a player számban, nem is gondoltam volna, hogy megint ennyire vissza tudunk jönni. Srácok, nem húzom tovább a videót, ha tetszett, akkor tényleg jelezzetek vissza, meg gyertek fel a szeróra, és ha a kitmappal bármiféle probléma van, akkor azt nekem írjátok, ne a 0PVP-nek, mert a 0 az ugye most már nincs a Silver Networknél, ez szerintem egy publikus dolog. És azt nekem írjátok, hogyha valami probléma van a pörlel, vagy valamilyen olyan dolgot észleltek, ami nem feltétlen jó. Szóval nagyon örülnék, hogyha visszahoznák azt az 50-60 lájkos lájkarányt, az úgy nagyon-nagyon tetszett, azt nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer. Szóval most nem hozok be külön korlátot, mert úgyis fogok foglalkozni a szerverrel, de szeretném, hogyha ténylegesen visszajeleznétek, hogy jöhet ez a metás tud, meg hogy jó-e, meg nyugodtan ötleteket írjatok kommentbe, mert azokat mindig szívesen olvasom, és én mindent elolvasok még akkor is, hogyha nem válaszolok rá. Nyilván az utáló kommenteket, azokat ignorálni szoktam, mert leszarom. Szóval, ja, igazából más nem szeretnék mondani, srácok. Ha tetszett a videó, akkor meg hogyha tényleg kell ez a metás dolog, meg tetszik a szeru, akkor verétek szét a lájkot, és... iratkozzatok fel, igazából többet nem szerettem volna, gyertek fel a szeróra, sziasztok!